Sziasztok mindenkinek, a mai részben főleg ebédeket fogtok látni, amit nyaralás előtt tettünk, nyaralás alatt és nyaralás után. Tartsatok velem! Vászolt káposzta, káposzta legyalulva, forró sósvíz, kapor felül alul, kenyér és fokhagyma. Kíváncsi vagyok, mi lesz ebből. Vacsorára egy családi pizzát rendeltünk, hát mit nem mondjak, nem dobtam tőle hátast, ez a 40-valahány centis pizza különböző feltétekkel, mivel óriás adag volt négyünknek, így másnap reggelire is ettünk, és még másnap vacsorára is. Sziasztok, a mai reggelink elég rendhagyó, ez a Marci és Szilva és Barack, nekem Linnye. 9:30 van, későn keltem, már majd csak 10 órai idő. Én nem szoktam gyümölcsöt meg 10 órai tenni, de úgy voltam vele, hogy már nem eszek reggelre semmit, mert ugye délben ebédelünk, úgyhogy egy kis dinnyével indítom a napot. Sziasztok mindenkinek, ma ismételten egy ilyen olyan ételt készítek, ami maradékból készül. Ugye láttátok, hogy készítettem valamelyik nap egy ilyen üveges káposztát, ami még érlelődik, és a maradék káposztát felvagdostam, és megcsinálom paradicsomos káposzta főzeléknek, de úgy, hogy van egy bontott paradicsom szószom, amit a múltkor csináltam a Vincenzo spagettéhez, tehát konkrétan két maradék felhasználásával készítek egy új ételt, úgyhogy nem dobok ki semmit. Már a pici maradék káposzta megfőzve, leöntöttem róla a vizet, egyébként egész köménnyel és sóval főztem, meg most borsoztam. Annyira minimális vékony rántás, hogy ettől senki nem fog meghízni, és ebbe megy bele a maradék paradicsom püré, ami ugye a Vincenzo spagettiéhez ment. Oktam, pici vizet adtam ehhez, hogy kijöjjön a paradicsom, szósz rányomom, összekeverem, pici cukor, és ennyi. Itt a paradicsomos káposzta főzelék, amit tegnap csináltam, és egy nagyon picit szedtem ki, az az igazság, nem vagyok éhes, kézzétek el, pedig nem is reggeliztem. És ugye nem tudom, hogy mondtam-e nektek, hogy ez egy bontott paradicsom szószból van, egy fel nem használt káposztából, ugye a másik fele ment a savanyúságnak, és egy megmaradt virsliből, szóval ezek mind olyan megbontott dolgok, amiket fel kellett használnom, úgyhogy ezt eszek most. Egyébként sulimenza van, Marcikának ma zöldségleves volt és bolonyai. Most éppen ő bolonyait eszik, viszont a zöldségleves nem ette meg, semmit nem evett, én pedig 2 decit bírtam enni, úgyhogy ez majd holnap itt lesz megint, és gyűlik a holnapi ebédhez. Mivike nincs itthon, úgyhogy megkóstolom ezt a főzeléket, de mondom, abszolút nem vagyok éhes. Szerintem meg fogom enni, mert azért valamit enni kell. Nagyon kis könnyű, egész paradicsommal. Isteni, köménymagos, könnyű nyári, és nekem még holnap is ott van még egy félfazék, úgyhogy lesz mit enni. Zsonnázni fogok, mert éhes vagyok, nem laktam jól az ebéddel, úgyhogy zsíros kenyér, ez mindig a Jolly Joker. Mai reggeli muffin. 9:30 van, 8-kor keltem, nem vagyok éhes, de muszáj valamit ennem, mert azért délig nem lehetek étlenül, úgyhogy ezt fogom enni, mert mondom, abszolút nincs étvágyam most. Anyukám sütötte, és megy van belül, úgyhogy ez pont elég lesz így, mutatom, egyes kakós. Ebédre sült csirkeszárnyat készítettem az airfryerben, és lett még hozzá ilyen zöldséges rizs és uborka. Közben elkészült ez a savanyított káposzta is, amit megmondom őszintén, egyikünknek sem ízlett, úgyhogy sajnos nem, egyszerűen nem a mi ízlésvilágunk, vagy nem tudom, mit ronthattam el, de mindegy, többet nem csinálok, úgyhogy ezt tettük egyébként másnap a csirkeszányhoz, amihez még sütöttem egy kis krumplit. És az utolsó étel nyaralás előtt a csirkeszány másik részéből paprikás csirkét készítettem egy kis kagylótésztával.
Szóval az első ételünk az parádfürdőn ettük, a Number One étterem és bisztróban, én ilyen sajtos paradicsomos csirke mellett, a párom cigány pecsenyét, Marci rántott húst, és Vivike pedig az enyémből falatozott, uborka saláta volt hozzá, árérték arányban nagyon-nagyon jó volt ez az étterem, itt pedig már a szálláson fő a bajai halászlé, és kolbász grillezünk, illetve csirkecombot. Estére mindenki választott, amit szeretett volna, én a kolbászba lettem és a csirkecomból, itt jön Szilu mama, elvileg az a bajai halászlé, ez ilyen leszűrős dolog, nem tudom, nem ettem még, nem kóstoltam és nem vagyok oda a halászléért, ez volt az én kis vacsoradagom, illetve mindenki szeret magának, amit szeretett volna, anyu például halászlét evett, mutatom a tányérját. Mivel aznap későn volt ebéd, és túrázás után megéheztünk, anyuval egy-egy cikk szalonnát ettünk pirítóssal és zöldséggel. Az ebéd az meg későn lett kész, ez egy ilyen csülöktál volt, forgatott krumplival és kapros jutúrós krumplival, tehát kétféle körettel, amit kint sütöttek anyuék a kemencébe, és utána kitálalták ilyen fatányéron, láthatjátok, hogy milyen szépen feldíszítik a párjával, úgyhogy ebből falatoztunk mind a tizen, és bőségesen maradt még nekik másnapra is. Nagyon finom volt, nagyon jó kis puha volt, ezt is a szálláson ettük, én kétszer is ettem belőle vacsorára is, illetve ebédre. A másnapi ebédünket Tokajban fogyasztottuk el a Harabor étterembe, ahol egyébként van gyerekmenü is, de mivel a gyerekek nem nagyon voltak éhesek, ezért két adag ételt rendeltünk és abból csipegettek, négyen sem bírtuk megenni, ezt is szerintem láthattátok a vlogomban, az étteremhez tartozik az étterem macskája, majd később mutatom, egy aranyos fekete cica, egyébként párom és én is cigánypecsenyét kértünk, nagyon finom volt, a limonád is nagyon finom volt, illetve kértünk hozzá uborka salátát, és ezt ettük ebédre. Árérték arányban ez is teljesen megfelelő volt, barátságos környezet, kedves kiszolgálás, és a cica nagyon aranyos. Ez délután 3, úgyhogy ideje ebédelni valamit, és itt találtunk egy helyet, az a neve, hogy Vadregény pizzéria és bisztró, ott fogunk enni szerintem, hát ilyen gyors ételt, vagy majd meglátjuk, hogy mi lesz, de már mindennek örülünk, mert nagyon éhesek vagyunk. Nagyon-nagyon ízlett nekünk az itt elfogyasztott étel, egyébként Marci pizzát szeretett volna, úgyhogy a gyerekeknek választottunk egy lurkó pizzát, igazi kemencében sütött pizza volt, nem bírták megenni, maradt még 3 szelet, azt elcsomagoltattuk, és vacsorára is azt tették, akkor sem bírták megenni, és másnap reggelire is maradt még egy szelet, mi pedig a párommal street foodot rendeltünk, ilyen hamburger volt, marha hamburger volt, káposztasalátával, és sült krumplival, de mi sem bírtuk megenni csak a hamburgert, a krumplit ott hagytuk, a limonádéjuk isteni volt. A hely nagyon hangulatos, a kiszolgálás nagyon kedves, és fantasztikus ízvilág volt, úgyhogy szerintem ez volt az eddig legfinomabb étel, amit ettünk a nyaraláson. Nagyon-nagyon meg vagyunk elégedve, és ajánlom mindenkinek ezt az éttermet. Másnapi ebédünket Boldogkővárján a tekerleges étteremben fogyasztottuk el, szintén limonádét kértünk, a gyerekeknek egy girosztálat osztottak ketté, és így sem bírták megenni, de nem vittük el magunkkal, mert még mentünk tovább kirándulni, mi pedig rendeltünk egy ugyanolyan ételt, mutatom, itt egy ilyen jutúróval töltött lepény volt zöldségekkel és csirke mellett, ez a gyerekek étele, egy girosztál ketté osztva, nem bírták megenni, ez pedig a miénk. Árérték arányban szerintem drága volt ez az étterem. A limonádé picit gyengébb volt, mint a többi helyen, de frissen készült minden, és gyors volt a kiszolgálás, és kedves, ez viszont mellette. Tokajba jöttünk vissza, útba esik nekünk, itt fogunk ebédelni, a Horgony étterem. Én már nagyon sokszor voltam itt, Vivike még sosem, úgyhogy megyünk és eszünk szerintem valami leves. Itt is limonádéval indítottuk, a gyerekek ettek egy-egy levest, Vivike csontlevest evett, Marci pedig húsleves zöldséggel és hússal, illetve egy adag palacsintát rendeltünk kettőjüknek, amit nem bírtak megenni, a párom egy szó szerint majdnem két adagos cigánypecsenyét uborkasalátával, én pedig egy ilyen csirkemelles
ételtettem rizssel és salátával, itt van a palacsinta, a kiszolgálás szuper, nagyon kedves a személyzet. Sziasztok mindenkinek, augusztus 6-a van, láttátok a nyaralós fotókat, videókat a kajákról, hát ma újra bele kell vetni magamat a főzésbe, megmondom őszintén, abszolút nem hiányzott, úgy volt, hogy veszek egy doboz töltött káposztát, hát nem volt, úgyhogy a mai ebéd egy többfogásos lesz, kétfogásos mindenkinek külön, a gyerekeknek bolonyai lesz tésztával, nekünk sertéspörkölt lesz főtt krumplival, és főzök egy ilyen zöldséglevest, egy ilyen tárkonyos zöldséglevest, de nem lesz tejszínes, hanem csak sima zöldségleves lesz, tehát ezt úgy szoktam, hogy kocka nélkül, olajon megpirítom a hagymát és a répát, ez adja meg a színét, jó sok fűszer, majoranna, petrezselem, só, bors, és mehet bele a többi zöldség, a répa az nem fagyasztott, de a többi az igen, van benne karfia, brokkoli, raktam még bele borsót, úgyhogy egy ilyen kis lájtos ebéddel indítom most, vagy folytatom ezt a sorozatot. Finom, Vivike! Nyaralás utáni első este a gyerekek bundás kenyeret kértek, ezt kivételesen belerakom a videóba, nekem pedig körözött volt zöldségekkel, és voilà, készen is vannak a szendvicsek. Készítettem egy kis kömény magleves másnap ebédre, mert még maradt a pörköltből másodiknak. Főzni kell, párom szabadságom van, a gyerekeknek jár a sulimenze, úgyhogy ma mi olyat eszünk, amit ritkán szoktunk. Szárazbab főzelék szoki videója alapján, viszont nem szárazbabból van, hanem konzervből. Nagyon finom, extravagáns lesz, nézzétek meg. Majd tálalásnál látjátok, és sütöttem hozzá kolbászt, úgyhogy ez lesz nekünk. Van még köménymagleves, meg a gyerekek úgy cseszik meg a menzást, úgyhogy elég bőven ez a főzelék. Ez a főzelék meg annyira isteni illata van, a fokhagyma, az ecet, a babérlevél, a bazsalikom, a bors, az a nagyon-nagyon jó kis fűszeres, úgyhogy szoki receptjeiben sosem szoktam csalódni. Kis limonádé, fagyasztott gyümölcse felturbózva. Mivel még mindig maradt a pörköltből és nem akartam lefogyasztani, megszáradt tortillába raktam bele, készítettem egy kaprós tejfölös mártást és maradék sült krumplival lettük, készítettem egy szilúsalátát, úgyhogy semmi nem veszett itt kárba már megint. Itt a saláta, és így néz ki felvágva a tortillás pörköltös vacsora. Pedig krumplis tészta a tesonféle változatban, úgy készítettem el, ahogy leírta a receptet, annyi kivétellel, hogy szalonna nem volt itthon, úgyhogy az nem került bele. A könnyű ebéd után egy nehezebb vacsorát kínálok, tepsis pizzát, sok kukoricával, paradicsommal, ezt tettük. Másnapi reggelünk is ez volt, ugyanis maradt még belőle bőven. A másnapi ebédünk egy szerdai napon a Paripa csárdában volt, egyébként Debrecentől kifele megyünk a Vekerító irányába, Bánk fele találjuk, az erdőn át kell menni, nagyon szuper kis hely, nagyon régóta megvan, már egyszer leégett, de felújították, kívül játszótérrel a kisgyerekes szülők számára. Én ezt fogok enni, és megmondom őszintén, mostanában ilyen finomságot még nem ettem. A gyerekeknek kértünk egy adag gyerek bolonyait, amit egyébként elfelesztettünk, és nem bírták megenni, úgyhogy hazahoztuk, és még estére is ettek belőle kétszer. Így néz ki a hely, van kinti része is, de nem ültünk oda, mert Vivike nem érje el a sörpadot. Ez az én ebédem, egy ilyen aszalt szilvás, göngyölt, békönös, csirkemel, jázmirizssel és rösti burgonyával, áfanyamártással. Itt van egy fél adag bolonyai, a párom szokásos cigánypecsenyét kért paradicsomsalátával, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy az én
ebédem annyira finom volt, hogy én mostanában esküszöm, ilyen finomat nem ettem, nem fogott ki rajtam, megettem mindent, imádom a húst gyümölcsel, és nagyon friss volt az egész. Nagyon tudom nektek ajánlani ezt az éttermet, hogyha itt jártok Debrecen felé, és bőséges volt minden, frissen készült, nagyon finom ételek voltak. Sziasztok mindenkinek! A mai ebédünk rántott cukkin lesz, maradék kukorica, azt belekevertem a petrezselymesésbe, a gyerekeknek ugye jár a sulimánza, és holnap vendégség lesz nálunk, anyósomék jönnek, úgyhogy gyümölcsleves készítek, egy része fagyasztott gyümölcsből, és egy része mostani gyümölcsökből, ami van benne friss, a szilva, ribizli és őszi barac, és van benne fagyasztott alma, meg szőlő, és rengeteg citromkarika, úgyhogy holnap egy gyümölcsleves lesz, azért csinálom meg ma, hogy be tudjuk majd jó idegen hűteni, úgy fogjuk fogyasztani. A második az pörkölt lesz bográcsban, amihez lesz krumpli, és megpróbálkozok megint a házi krémessel. Emlékeztek, a múltkor elszúrtam, most megpróbálom jól csinálni, úgyhogy ez lesz, és van még fagyi, van még gyümölcs, úgyhogy ennyi lesz a holnapi vendégbáró menü. Ja, és vettem készpogácsát. Egy óra fő a pörkölt, én csinálom, ugye szívem? Itt vannak a vendégek, itt vannak mamáik? Mamáik? Igen. Én vagyok a tűzfelelős most, meg a bográcsfelelős is. Tegnap még csak úgy gondoltam, hogy csinálok egy kis uborkasalátát, úgyhogy ilyen kis cukros ecetesen készítettem, az lesz még, meg savanyú is van, akinek az kell. Ja, és a gyerekeknek főztem tésztát, és krumplit raktam még fel 3 kilót főni. Na nézzük is a vendégváró ebédemet, amit egyébként mindenkinek csomagoltam oda, ugye anyósomnak, meg apósomnak, és utána még 3 napig ettük a gyümölcslevest, és úgyse bírtuk megenni, szóval vagy nagy adagot főztem, vagy nem eszünk túl sokat, egy kis tejszínhabbal díszítettük, nagyon kis, könnyű és finom volt, és jól esett ebben a melegben. A második pedig serkés pörkölt lesz, amit egyébként én készítettem, de picit haragszom a páromra, mert mondtam neki, hogy ne rakjon már vizet rá a végén, és csak rárakta, úgyhogy nem lett olyan sűrű a szaftja, mint amilyen szokott lenni. Ehhez készítettem ugye uborkasalátát, ilyen ecetes cukros uborkasalátát, voltak még savanyúságok, a gyerekeknek tészta, és nekünk a krumpli, ebből is pakoltam anyósoméknak, és 3 napon át még ettük a pörköltöt, és úgysem fogyott el, ezeket már nem fotóztam le nektek, itt pedig megsült a krémesnek a tésztája, és azt mondták, hogy isteni, ugyanolyan, mint hogyha cukrászdás lenne, úgyhogy végeredményben nagyon örültem neki, hogy most végre sikerült elkészíteni, és nem úgy, mint a múltkor, tehát külön kellett egy lapot sütni, és külön a felkockázottakat, és akkor így szépen fel lehetett szeletelni, ugye előző nap készítettem. Sziasztok, vasárnap van Marcinak a névnapja, moziba voltunk, és hazafele bementünk a Mekibe, hoztunk egy kis kuponos ajánlatot, ez lesz a vacsi, van benne Big Mac, sajtburger, sült krumpli és 2 kóla, Vivike mamánál, úgyhogy 3-asban vagyunk ma. És a, mit néztünk, Marcika? Jurassic Parkot? Jurassic World-öt, ja, Jurassic World. Részét. Úgyhogy jó volt. Vacsorára ettük a mekiskaját, én egy sajtburgert tettem és egy ilyen dupla sajtos burgert, Marci egy sült krumplit, a többit párom ette meg, és még maradt reggelre egy sült krumpli, ennyi lett volna már ez a videó. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, és ha nem tetted, még iratkozz fel a csatornámra. További szép napot kívánok nektek, sziasztok!